Az országban szinte egyedülálló módon a napján ünnepelte bátya egyházi községe Szűz Mária születésének napját, ami egyben a bátyai templom búcsúja is. A kis boldogasszony napján tartott ünnep kettős volt, ugyanis a templom külső rekonstrukciója is most készült el. Bátyán tradicionálisan a napján tartják még a mai napig is a búcsút. Tehát a bátyaiak erre nagyon odafigyelnek és volt szerencsénk az elmúlt hét kedjén, tehát szeptember 8-án, pont kisasszonynapkor, kisboldogasszonykor a napján megünnepelni a templomunk fölújítását, ugye ez egy projektzáró esemény is volt, és természetesen ugye itt ennek egy házi vonatkozása is van, és abban az örömben volt részünk, hogy Érsek úr velünk ünnepelt, és föl is szentelte a megújult templomot. Nagyon szép számmal jelentek meg helyiek, vidékiek, akiknek azért ez a része még fontos a falu életének. Így néz ki most a bátyai templom. Többek között került az évek alatt elferdült kereszt, mely mellett a templom tér is új kövezést kapott. Mindenre a JETA, vagyis a jövőnk energiája térségfejlesztési alapítvány biztosított forrást 20 millió forint értékben. A munkálatok körülbelül három hónapig tartottak. Ez állt egy teljes külső festésből. A Keresztnek a cseréjéből. Ugye kereszt alatt van egy annak egy tartószerkezete, ilyen gömb, szerűség, illetve, mint elmondottam, egy térkőburkolat került a templom kör és a templom térre elhelyezésre, illetve ezzel egy időben a felszíni csapadékvíz elvezetést is megoldottuk. A délután folyamán az ünnepséget rác misével zárták, ahol a Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület előadásában régi szűzmáriát dicsőítő énekek voltak hallhatóak.